nyilatkozhatott, aki szeptember 21-én anyakra látogatott. 6 éve 2013. júliusában nyilvánították várossá a korábbi nagyközséget, ez pedig azóta minden évben megünneplik. Így volt ez idén is, aznap tartották a 6. városnapot a településen, amelyet egyre többen választanak otthonuknak. Az önkormányzat elégedett az eddig elért lakosság bővüléssel, de céljuk, hogy még többen éljenek Ajakon. Kijelöltünk magunk előtt egy irányt, és azt mondtuk, hogy 2025-2030-ra szeretnénk, hogy Ajakon 5000-en laknának. Tehát 1000 fős lélekszámgyarapodás. És természetesen ezt az ideológiát, ezt a hipotézist felállítottuk, az emberek pozitívan tekintenek ránk, és mi is pozitívan tekintünk a jövő felé, ezért azt tapasztaljuk, ehhez persze kell a fizikai fejlődés is, kell a közösségi fejlődés, és kell a fizikai fejlődés is. Minden utunk pormentes, minden intézményünk felújított, tehát rendben van a település, rendben van a város, és a régi parasztházaink is elkezdtek elkelni, betelepülők vannak, és hál' Istennek, olyan, aki dolgos emberekben álló város, és ide olyan emberek jönnek, akik szeretnek dolgozni, túlnyomó többségében, és olyan emberek jönnek, akiknek van is munkájuk, vagy pedig mernek vállalkozni. Tehát tehetős fizikai munkával, vagy jó vállalkozásaik vannak, vagy pedig jó fizikai munkát tudnak végezni, vagy jó szakemberek, és ezért ide költöznek. Ez számunkra örömteli. Azt, hogy a város egyre népszerűbb a letelepedni vágyók körében, az itt zajló beruházások is segítik. Mint a polgármester is elmondta, évről évre van mit átadni, bemutatni. Egy komplex városfejlesztési koncepció a Zöld Város program keretében például jelenleg a település központjában lévő Pétertó környéke újul meg. Kitűztük, hogy ezen a területen, a 9 hektáron meg szeretnénk építeni egy új városközpontot. Tehát ez egy ilyen elhanyagolt terület volt, ezeket megfelelő helyzetbe hoztuk talajmechanikai vizsgálatok után. Építettünk rá egy 2 hektáros víztározót, maradt 7 hektár. Ebben a 7 hektárban pedig már felépítettük a műfüves pályát, felépítettük a sportöltözőt, kijelöltük és felépítettük a nagy futballpályát, a focipályát. Fel van épülve a városháza, a 450 négyzetméteres városháza, és ugye napokon belül lezárul a közbeszerzés a sportcsarnok esetében, egy nagy futszálméretű sportcsarnok építése kezdődik el. Ezen a területen lesz egy nagy játszótér, a víztározón körbe egy több mint 2,5 kilométer hosszúságú futópálya megvilágítva, horgásztóvá alakítjuk a víztározót, lesz egy gyönyörű szép étterem, egy nagy városi piac, és reményeink szerint egy nagy óriási zöld felület, ami az új fesztiválközpont, Pétertó Liget fesztiválközpont, és ami ennek a koronája lehet, amikor már a beépítettség szinte a maximumot eléri, még maradt egy hely, amit a miniszter úr is, kormánybiztos úr is említett, szeretnénk, hogyha megépül Kisvárdán az idei évben átadásra kerül a járási tanúszoda, akkor a következő körben jó ígéretünk van rá, hogy a Ajakon lesz a járás második járási tanúszodája. Ajak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3. számú egyéni választókerületének része, melyhez 43 település tartozik. A térség országgyűlési képviselője szerint a 6 éves város jó úton jár a fejlődésben. Egy település életében vannak sarkalatos pontok, mint a gyerek életében is. Egy első ilyen fontos pont a megszületés. Én örömmel veszem, hogy a Ajakváros megszületésénél bábáskodhattam, hiszen itt voltunk, amikor a város kulcsot átvettük. És most van egy második fontos lépés, hiszen 6 éves a város, úgynevezett iskoláskorba lépett, és fantasztikus fejlődésen ment keresztül a város. Tehát azt kell mondanom, hogy milyen városi fejlődést látok Ajakon, azt kell mondanom, hogy az első háromban biztos benne van. Szerintem csak így tovább. A Városnap ünnepélyes megnyitóján kitüntetéseket is átadtak. Ezúttal is olyan személyek kaptak elismerést, akik múltjukkal vagy jelenükkel kötődnek Ajakhoz, és munkájukkal sokat tettek a településért. Az idei díjazottak a katasztrófavédelem kötelékéből kerültek ki. A tűzoltóknak nagy szerepük volt az egyik legnagyobb pusztítást Ajakon végző, június végi vihar idején történt mentésben és kárelhárításban. Egyikük kameránk előtt foglalt össze az akkori eseményeket. Idén június 27-én kora délután egy rendkívül komoly vihar érte el a megyénket. Érdekes módon nem nyugat felől, hanem észak felől tört be, és helyenként 120-140 km/h sebességgel tombolt, és nagyon súlyos károkat okozott a megye középső sávjában, egy körülbelül Domrád, Máté, Szalka és a román határ között. Több mint 80 település ért valamilyen kár ezen vihar során. Legjelentősebb, legsúlyosabb károk itt Ajakon, illetve mondhatnánk Pusztadobos, Nyírmada, Máté, Szalka,
de hogy meg nem sértsünk senkit, további felsorolásban mellőzném, és több mint 5000 épületben történt valamilyen szintű károkozás. Ami öröm az ürömben, hogy nem történt, tudomásunk szerint nem történt olyan emberhalál, amely vihar kapcsán keletkezett volna, vagy öt ember halt volna meg. Viszont azt is el kell mondani, hogy a helyreállítási munkálatok során az a jelentős számú tűzoltóerő is beavatkozott, itt dolgozott a következő 3-4 napban, ott sem történt személyisérülés. Ajaknak 6 testvér települése van, közülük a székelyföldi farkaslaka minden évben a várossal együtt ünnepel. Polgármesterüket a kapcsolat múltjáról kérdeztük. A hivatalos rész az 2008-ban kezdődött, de a barátság a sokkal korábban is. Ez valahogy úgy sikerült, hogy egy pünkösdi búcsú alkalmával farkaslakára jött egy ajaki delegáció, illetve ott kerestek szállást, és egy ilyen találkozó kapcsán talált egymásra a két közösség, és igen, az igazság az, hogy azért tudott ez így megerősödni, és nagyon gyorsan fejlődni ez a kapcsolat, mert hát valahogy úgy egyforma fajta formájú népek élnek ezen a két településen, nagyon sok a közös vonás. Mik voltak azóta a főbb állomások ebben a testvértelepülési kapcsolatban, akár ilyen közös rendezvények, akár más együttműködés? Számos közös rendezvényünk volt, és nagyon sok közös cselekedetünk. Hát, hogyha itt felkérdez soroljon, valószínű, hogy az adás lejárna, de hadd mondjak csak annyit, hogy most a szeptember 1-én a farkaslaki szenesnapok keretén belül Kerekes Miklós polgármester úr farkaslaki község díszpolgára lett, és azt is tegyem hozzá, hogy még senkinek nem adtam díszpolgári címet, tehát hogy ezzel azt szeretném csak kifejezni, hogy mennyire jó és együttműködő a kapcsolatunk. Amíg a meghívott díszvendégeket az általános iskolában látták vendégül, a Városnap helyszínéül szolgáló oktatási és kulturális parkban sem maradhatott senki éhes. A helyiek mellett a farkaslakiak gondoskodtak a finomságokról, amelyeket az ajakiak ingyen kóstolhattak meg. Egy farkaslaki gasztró udvarnak is neveztük ezt a kürtős kalács, illetve a faszinen elkészülő birkát, malacot, illetve a későbbiekben még pulykákat is fogunk sütni. Tehát az egész az arról szól, hogy mutassuk meg, ha már testvértelepülések vagyunk, az egész cím az ne csak egy szlogen, ne csak egy cím legyen, hanem tényleg a települések lakói ismerjék meg egymást, kössenek barátságot, és mulassanak, illetve falatozzanak jókat. Bár határok választanak el, mindenképpen elsősorban magyarok vagyunk, tehát a konyhánk, a gasztronómiánk is nagyjából megegyező. A faszínen való elkészítés, illetve a nyársalás az úgymond egy specifikuma lehet a mi településünknek, illetve a fűszerezést, azt pedig a sütőmestertől kellene megkérdezni, de nem hiszem, hogy lenne annyi pia, amiért ezt hajlandó lenne elárulni nekünk. Ha már kürtős kalácsot vesszük, akkor farkaslakáról érdemes tudni, hogy nagyon sok, tehát több mint 20 vállalkozás foglalkozik kürtős kalács készítésével. Büszkén mondhatjuk el, hogy a jelenlévő Kovács Kalács Kft. Ezelőtt egy héttel aranyfokozatú díjat, elismerést nyert Sepsiszentgyörgyön egy kürtős kalács sütőknek rendezett versenyen. A két település képviselői lakosai mindig szép számmal látogatnak el egymás eseményeire, közben kicsit bemutatva magukat. Ezúttal több mint 20-an érkeztek farkaslakáról. Mindeközben a színpadon sem állt meg az élet. Iskolások és óvodások műsorát követően néptáncosok léptek fel. Az ajaki pántlikás csoport tagjai heti egy alkalommal jönnek össze próbálni, és nem csak helyben lépnek fel.
Szabolcs megyébe több településre jutottunk már, és eljutunk. Két hete is voltunk a sóstói fellépésünkkel, Sóston a fellépésünkkel. Hát jól éreztük magunkat. Egyébként ahova hívnak, oda mindenhova el tudunk jutni. Milyen táncok szerepelnek a repertoárban? Mindenhova ugyanazt viszik, hogy változik a program? Hogy kell ezt elképzelni? Ez eredeti ajaki csárdás, és mindenhova ezt visszük. Mit kell tudni az eredeti ajaki csárdásról? Hát van benne pörgés, van benne lassú, és van benne gyors. Hogy vették észre, mennyire sikerül a fellépéseikkel, a táncaikkal megszólítani mondjuk a jelenlévőket, akik akár mondjuk csatlakoznak ezek után önökhöz? Volt erre példa? Most például hatan voltunk Nyíregyházán, mikor meghívtak bennünket erre a zöldségkiállításra, és ott mihint felléptünk, megkezdtük a nótát énekelni, rögtön megtelt a közönség, mert ott olyan jó beállítása volt a hangnak, hogy még a másik végén is hallották, nagyon jól éreztük magunkat ott is. Sikerül ilyenkor a közönséget is akár megtáncoltatni? Így igaz, sikerül. Énekelnek, nótáznak, táncolnak velünk. Hát mi kevésbé gondoljuk, hogy sikeresek vagyunk, de ők elismernek bennünket, ez a lényeg. Nem könnyű talpon maradni, annál könnyebb elterülni vagy bukfencet vetni a vízizorban. Ezt is ki lehetett próbálni az ajaki városnapon. Nagy népszerűségnek is örvendett a gyerekek körében. Az egyre csak gyűlő tömeg pedig az esemény sztár fellépőjének koncertje közelettét jelezte. Duász turnéjának részeként érkezett a településen Rúzsa Magdi. Új dalai mellett régebbi kedvencek is felcsendültek az énekesnőtől. Bár a levegő egyre hűvösebbé vált, a hangulatra ez nem nyomta rá a bélyegét, a közönség teli torokból együtt énekelte Rúzsa Magdival a jól ismert dalokat. A városnap is méltán megfelelt a település mottójának, Ajaka jövő városa, ahol az értékek találkoznak.